Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes témákat gyűjtöttem össze. Néhány helyen már zöld el a bakony. Lehet menni szüretelni, ugyanis kihajtott a medvehagyma, de figyelem, nem összekeverendő a gyöngyvirággal. A limit pedig napi 2 kiló. A bakonyban található kígyóvölgy egyik pihenője már zöldel, itt előbújt a medvehagyma. A megyében a bakony szinte egész területe, illetve Soponyakül területe a legjelentősebb medvehagyma lelőhelyek. Már lehet menni szüretelni, a zsenge levelek a legfinomabbak. Ekkor a tavaszi időszak egyik első növénye a medvehagyma. Rengeteg turistát csal ki ilyenkor az erdőbe ez a növény. Viszont ugye hát azért ennek is vannak szabályai. Nem lehet ezt csak úgy halomszám szedni. A jelenlegi erdőtörvény azt írja elő, hogy mindenki saját maga számára naponta maximum 2 kilogrammot szehet ebből a növényből. Ez elsősorban az állami erdőgazdaságok területére, tehát állami tulajdonban lévő földterületeken lévő erdőkre jellemző. Ha valaki ugye nagyobb tételben szeretné gyűjteni, akkor azt mindig az adott területen aktuális erdőgazdálkodónak az engedélyével lehetséges. Erre minden egyes erdőgazdaságnak van egy kis formanyomtatványa, és ezt az adott területen képviselő számára kell átnyújtani, és ő rendelkezik gyakorlatilag ennek az engedélynek a kiállításával. A medvehagymából rengeteg finomság készíthető. Medvehagymás pogácsa, ugye ez szerintem az ember bárhova elmegy ilyen tavaszi rendezvényekre, biztos, hogy fog vele találkozni. Illetve hát szokták rántottába, medvehagyma krémleves. Hát nem tudom, hogy köretnek még hogy lehetne megcsinálni, de talán medvehagymás, tört burgonya például. Viszont nehéz ugye eltárolni. Legegyszerűbb és a legtöbb jótékony hatóanyagot úgy tartja meg ez a növény, hogyha zacskó, lefagyasztjuk, és akkor elővéve, nyilván nem olyan friss hatású lesz már, mint mikor elrakjuk, de felhasználás céljából talán ez a legegyszerűbb. Illetve szokták még szárítani, és akkor olívaolajjalban eltárolni. De tudomásom szerint akkor azért ezek a kedvező hatóanyagok már csökkennek benne. A medvehagyma mellett, hogy finom, rengeteg jótékony hatása is van. Kedvező hatásai többek között például az elsődleges gyomorpanaszokra kiválóan alkalmas. Ugye nyilván mértékkel kell fogyasztani ezt is, mint minden mást, mert azért a hagyma azért erőteljes hatóanyagokat tartalmaz, tehát azért, ha sokat eszik belőle valaki, azért mégiscsak megfájdulhat tőle a hasa. De többek közt fejfájásra, vér- és érrendszerre jótékony hatással van, hasi és bélpanaszokra kifejezetten alkalmas. A szüret alkalmával azonban fontos rés elleni, nehogy a mérgező gyöngyvirág levelét gyűjtse a hagymakedvelő, ugyanis annak elfogyasztása komoly rosszulétet, sőt akár halált is okozhat. A medvehagymának keskenyebb és sokkal kevésbé hegyesedő. Talán ez a legkönnyebben elkülöníthető morfológiai jel. Ugye az eltérő, kicsit eltérő időben is kell. A medvehagyma koratavasszal a legelső növények között van, ami előbújik a földből, míg a gyöngyvirág ez az április vége, májusban levelesedik ki annyira. Természetesen akkor is lehet még medvehagymával találkozni, viszont számomra legalábbis egyértelműen látszódik, hogy azért a medvehagyma akkor már
elvirágzik, már a levele is sokkal öregebbnek látszik, mint a gyöngyvirágé. A gyöngyvirágnak is nagyon fényes levele van. Tehát ezt tanácsolnám mindenkinek, hogy figyeljen oda, mert ebből azért már nem egyszer volt probléma, és tényleg veszélyes lehet. Gyöngyvirággal egyébként az úgy szokott nőni, most így a legjobban illusztráljam, gyakorlatilag egy száracskáról nő két darab levél. A medvehagymának vannak, látjátok, hogy ezért ilyen tényleg keskeny, hosszúkásan elnyúló levele van, a gyöngyvirág meg hirtelen szélesedik, ilyen egész széles, és aztán hirtelen össze is záródik a csúcsa. De aztán egyértelműen a fokhagyma. Abszolút. Úgyhogy egészségetekre. Megismerhettük a szegény embert és a farkast, a három pillangót, sőt azt is megtudhattuk, hogy miért nincs farka a medvének. Idén is nagy érdeklődés kíséri az Operenciás Megyei Mesemondó versenyt. Az előválogatón jártunk. Egyszer egy özvegyasszony, de nem magában élt, volt neki három lánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan sejpesen beszéltek, mintha egy foguk se lett volna. Apró mesemondók is a legnagyobb népmesék, így töltötték meg a megye általános iskolásai a Gárdonyi Géza Művelődési Ház népmese pontját szerdán. A kicsik történeteiben helyet kapott a farkas, a kiskakas, a medve, no meg a herceg kisasszony, a róka és a pillangók is. A medvenek lefog szakadni a farka, mert a róka az mondja, hogy úgy szerezte a halat. Az Operenciás Mesemondó verseny célja a népmesék népszerűsítése. Az intézményünk életében ebben az évben már 18. alkalommal került megrendezésre az Operenciás Mesemondó versenyünk, amelyik Fejér megyei általános iskolások körében szoktuk meghirdetni, elsőtől 8. osztályos korosztályig, és három korcsoportra szoktuk bontani a gyerekeket. Vannak az első, második osztályosok, a harmadik, negyedikesek és az ötödik, nyolcadik osztályos gyerekek. Itt a népmesepontunk, most az első, második gyerekek fogják elmondani a meséiket, és szakértő zsűri fogja őket értékelni a mai napon. Minden csoportból 4 gyerek jut tovább, ezek az elődöntők, és jövő héten kedden fogjuk a gyerekeket visszavárni a döntőre, ahol megmérethetik magukat mind a 20, akik tovább jutnak a csoportokból. A célja az az, hogy a népmesei hagyományokat vigyük tovább. Ugye nem feltétlenül kikötés, de nagyon szeretjük, és elsősorban népmesékkel szoktak a gyerekek ide hozzánk érkezni, és ezt nagyon, nagyon is örülünk neki azért, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a népmesei hagyomány tovább éljen, és a gyerekek minél több népmesét halljanak, és mondjanak is, és tanuljanak is, hogy ez ne vesszen el. A vetélkedőn 3 korcsoportra bontva léptek fel a gyerekek, akiket szakértő zsűri értékelt. Televíziós szakemberként én azt tudom figyelni, amiben én is úgymond jártas vagyok, tehát én inkább azt nézem, hogy beszélnek, leginkább erre helyezem a hangsúlyt, de az is nagyon fontos szerintem, hogy ez a korosztály, az első-másodikas korosztály mennyire jegyzi meg a szöveget, mennyire sajátítja el a szövegértés, milyen szinten van náluk, tehát ezt én mindenképpen nagyon komolyan figyelem, mert szerintem nem csak az a fontos, hogy mondjuk valamit felolvassunk, hanem az is, hogy mondjuk fejből hogyan adjuk azt vissza, és hogy szépen, szép kiejtéssel, jó hangosan, tehát én inkább ilyen szempontokat nézek. Az Operenciás Megyei Mesemondó versenyen a nagyobbak is képviseltették magukat. A 8. korosztállyal bezárólag több népmesét is hallhattunk az előválogatón. A vetélkedő döntője jövő hét kedden lesz. A finisben már csak 20-an mérhetik össze tudásukat. Ereszki be nyomosodgalást! Hadd csípje meg a farát! Erre a kiskakas begyen mind kérdeztette a darást, és megcsipkedte a török császár farát. Erre a török császár. Jaj! Szolgáló, vedd ki ezt a kiskakast, és kísérd el a kincses kamrába. Hadd válaszok ki,
gyémánt fékrajcáját. Erre a szolgáló felkapta. Kivette a szolgáló a török császár bőrbogyogója fenekéből, és elkísérte a kincses kamrába. Ott a kiskakas. Szív fel, benyomosok aranyat! Erre a kiskakas benye mind felszívta a sok kádnyi, sok ládányi, sok zsáknyi aranyat. Aztán a kiskakas hazarepültő szeretett gazdasszonyához. A gazdasszonya nagyon megörült neki, hogy hazatévedt a kiskakasa, és az ajándéknak is. Boldogan élnek, amíg meg nem voltak. Itt a vége, fuss el véle, csomót kötünk a végére. A március 20-a a Boldogság világnapja. Ez alkalomból tartott rendhagyó oktatási napot a Vörös Marti Mihály Általános Iskola. Amire hatással leszünk ebben a pár percben. Bekötöttük a szemedet, az mire volt hatással? A hallásunkra. Miért? Mi történt vele? Jobban, éles, azaz, élesebb lett. A Lépj motto köré szerveztek egy napot a Ligetcsori iskola pedagógusai. Jelentése lásd, élvezd, pihenj és a jelenben élj. Egy sötét szobát próbálhattak ki a gyerekek, teljes sötétségben kellett eligazodniuk, csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. A felsősök eközben előadásokat hallgathatnak, társasjátékozhatnak, illetve a grafológia rejtelmeit tárhatják fel. Úgyhogy idén ez egy ilyen különleges projektnap, és nagyon szeretik a gyerekeink. Minek van is egyébként? Kávénak is, igen, meg még, amit nagyon nem szeretünk, ha betegek vagyunk, használ. Gyógyszer. A gyógyszereknek keserűzők van, és még egyet nem mondtunk. A? Sós. Sós. Mi sós? Nagyon nagy vízus. A? Só, meg a? Miben van sós? Tenger. Nagyon jó. Meg fogunk kóstolni. Édes, savanyú, keserű és sós. Az iskola életében évente többször van a hagyományostól eltérő nap, aminek a gyerekek nagyon örülnek. Nagyon szeretem, hogy vannak programok, mint ez a boldogságnap is. Nagyon szeretem azt, hogy egyszerűen felvidítanak, és hogy jó programok vannak. Dicséreteket kapok, és motiválnak az arra, hogy nem csak az unalmas iskolai élet megy, hanem közben nyilván programok és egyéb más dolgok várnak minket. A boldogság mindenkinek mást és mást jelent, Márai Sándor ezt írta. A legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak egy célból, gyűjtik a boldogság kellékeit, a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. És mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni közben, és erről megfeledkeztek. Én egy boldog diák vagyok ebben az iskolában. A boldogság nem egy állandó állapot, de tanulható és tanítható. Nekünk felnőtteknek nagy szerepünk és felelősségünk van abban, hogy gyerekeink elégedettek legyenek. Aki pedig valamilyen okból mégsem olyan kiegyensúlyozott, mint a többi, az iskolában és az utcán igenis mosolyt csalhatunk az arcukra. A boldogság mindenkit megillet. A Magyar Irodalom témanapjához kapcsolódóan Víg Balázs a népszerű mesekönyvíró tartott író-olvasó találkozott az Aranybulla könyvtárban. A programon óvodások és kisiskolások vettek részt, és természetesen mi is meglátogattuk az eseményt. Úgy emlékszem, hogy a fogorvosi rendelőben szipogni tetszett. Egy 100-as csomag papír zsebkendőt is tele trombitált. Bátor volt?
Kelek egy kicsit, akkor mesélj nekünk arról, hogy ma mi is fog történni, milyen könyveket hoztál ide a kicsiknek, és hogy miről fog szólni az előadás. Ez egy nagyon izgalmas pillanat, mert már odakint gyülekeznek a gyerekek, és kicsit hallgathattam azt, hogy mennyire izgatottak amiatt, hogy egy előadást fognak látni. Próbálom ötvözni az irodalmat egy játékos előadással, hiszen szerintem ezt a korosztályt így lehet a legjobban megérinteni. Az óvodásoknak és az alsósoknak szólnak a könyveim elsősorban. Minél kisebbek a gyerekek, akik jönnek az íróolvasó találkozóra, annál több játék, annál nagyobb interaktivitás jellemző a programon. Most a Rettegő fogorvos könyvről fogok mesélni, de nem akárhogy, hanem be is fogok bújni egy félős fogorvos bőrébe. Hogy alakul úgy az élet, hogy egy ilyen viszonylag fiatal férfi nekiáll és gyermekkönyveket elkezd írni? Szerintem egy nagy különbség köztem és azok között, akik nem ezt csinálják, hogy én pontosan emlékszem arra, hogy milyen voltam gyerekként, mondjuk ha most én vártam volna az íróbácsit, akkor milyen előadásra számítottam volna, vagy ha én kölcsönöztem volna a könyvtárba, akkor milyen könyvekre lettem volna kíváncsi. Erre nagyon jól emlékszem, ezért a mostani gyerekeknek is írom a könyveket, de közben az én gyerekkori énemnek is. A könyvek egyik része mese, vicces, humoros, valami kis feje tetejére fordított dologról szól, viszont nem csak meséket írtam, a Todó sorozat, ez konkrétan az alsósoknak, vagy az óvisoknak a problémáiról szól, az is humoros módon, remélem. Mennyiben különbözik mondjuk egy ilyen gyermek könyv írói lét mondjuk egy versírói, vagy egy bármilyen próza, vagy egy sokkal mélyebb filozófiai írói léttől? Leginkább abban, hogy én úgy érzem, hogy sokkal többet megengedhetek magamnak, tehát ennek az egyik példája, hogy most nem szép ruhában, öltönyben állok ki a közönség elé. Ez nem is lett volna jó, mert az autóban, amíg jöttem, már összegyűrődött volna. Én azt gondolom, hogy szabadjára engedhetem saját magam, illetve maga a könyvbemutató, az tényleg magáért beszél. Felnőttek is szeretik, hogyha részeseivé válhatnak egy előadásnak, de a gyerek pedig abszolút. Észre sem fogják venni azt, hogy mikor szippantja be őket a könyvtár, a könyvek szeretete. Szerencsére az előadás után az a tapasztalat, hogy a kölcsönzési kedv az erősen megnövekszik. Próbálod-e valamiképp ezeket a kicsiket az írásaidon keresztül terelgetni? Abszolút próbálom. Két irány van most nagyon leegyszerűsítve, hogyha a gyerekeknek az ő problémáikról akarunk írni. Az egyik az egy, mint például az óvis könyveknél, egy beszoktatás, tehát kedvet csinálunk az óvodához, kedvet csinálunk az iskolához, a felmerülő problémákat úgy kicsit elsimítgatjuk a könyvek segítségével. A másik pedig az, hogyha kőkeményen megírom azt, hogy velük mi történik, vagy mi történhet a mindennapokban. Ez azért jó, itt a Todó Kitállal sorozatról beszélek elsősorban, ahol egy nagy szájú, nagy igazságérzetű kisfiú meséli el az ő mindennapjait, a sérelmeit. Ez azért jó, mert példát mutat, tehát hogyha ezt a könyvet a család feldolgozza közösen, akkor utána a gyereknek már ismerős lesz az a nyelv, amivel beszélhet arról, hogy őt aznap csúfolták, hogy ő bekakilt, hogy bármi történt vele. Ez a feje tetejére állítottság, ez rám különben is jellemző. Ugye itt a Rettegő fogorvos, ez egy olyan mesekönyv, ahol nem a gyerekek félnek a fogorvostól, hanem a fogorvos fél a gyerekektől. Ez nem egy mindennapi dolog. A Három bajusz gazdát keresben népmesei dolgokat sikerült a feje tetejére állítani. Három bajusz elmegy világgá a saját lábán. A Todó sorozat nem mese, viszont a gyerekek nagyon jól szoktak rá rezonálni, és szerencsére egyre több felnőtt pedagógus is szereti ezeket a könyveket. Azért jó, mert lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a gyerekek egymással beszélgessenek, hanem a családokban is a kommunikációt elősegítsük, illetve egy ilyen íróolvasó találkozó nagyon jól megágyaz mondjuk egy irodalom órának, ahol nem csak a könyvekről beszélhetünk, de mondjuk osztályfőnöki órán a gyerekeket érintő problémákról is. Egy ilyen találkozó alkalmával esetleg a szülők vagy a tanárok reflektálnak-e neked bizonyos tapasztalatokkal, vagy hogy hogyan hat ez a gyerekekre?
Kicsit közhelyes lesz, amit mondok, de a legrosszabb, ami történhet egy könyvvel, vagy egy bármilyen művészeti alkotással, hogyha arra csak úgy legyint valaki, hogy hát egynek elmegy. Én mindig jobban örülök annak, hogyha ha vitákat generálnak ezek a könyvek, főleg a Todó kapcsán, mivel különböző nevelési módszerek léteznek, lesz olyan szülő, aki azt mondja, hogy na hát én a gyerekemmel nem akarok beszélni, mondjuk egy szexvideóról, én a gyerekemmel nem akarok beszélni egy osztálytársa haláláról, nem akarok ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Viszont van olyan szülő, aki pedig azt mondja, hogy én nem akarom, hogy a gyerekemnek egyedül kelljen felfedezni ezeket a dolgokat az élet sűrűjében, hanem egy mesekönyv segítségével, vagy egy gyerekkönyv segítségével én már szeretnék felkészülni ezekre a dolgokra. Néha azt tapasztalom, hogy ez a kettő szélsőséges szülői hozzáállás, ez összeütközik egymással. Van, aki azt gondolja, hogy egy mesekönyv ez egy teljesen ártalmatlan dolog, mint a régi békebeli mesék, azokat is kedvelem, én nem egészen ilyeneket írok. Ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!